Horzott a színpad a táncosok lába alatt. Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme a tánc iránt rajongókkal, ahol a Táven Baktele Legyetek szerencsések című előadást mutatta be Fitos Dezső társulata, ami egy cigánymesterségeket bemutató dramaturgiai szövetbe ágyazott táncszínházi produkció. A műsor rendezője szinte már hazajár Szekszárdra, hiszen évekig vendégoktatóként vett részt a Bartina Néptánc Együttes életében. Bartina Tánc Együttesnél mi nagyon sokáig voltunk bedolgozó koreográfusok, Matokné Kapási Júla barátnőm nagyon sokat hívott minket, úgyhogy mondhatom azt, hogy egy generáció felnőtt a kezünk alatt, és hát nagyon sok pozitív és jó élmény köt ide minket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy meghívást kapott a Táven Baktele, legyetek szerencsések. Az előadás célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ez a Kárpát-medence egy olyan gyűjtő terület, ahol a paraszti kultúránknak a csodálatos ugrós figuráit a cigány figurák archiválták nekünk, hiszen a cigányokról elmondható, hogy a mai napig a hagyománytisztelet, a hagyományőrzés, a táncok, énekek áttörökítése napi szinten még fellelhető családokban. Úgyhogy mi is nagyon szeretjük ezt a műsort. Közreműködik a társulat, a legfiatalabb, legfrissebb hivatásos együttes a Fitos Dezső társulat mellett, a Kanáró zenekar, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi, és ezen kívül Pálházi Bencék, akik az állandó zenekarunk, és fantasztikus muzsika, énekek fölfűzve 90 percben. Ahogy a foglalkozások is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat- és kelet-európai cigány kultúrára. Megjelenik a kovács és drótos mesterség, a teknővályók, a sármunkával foglalkozók, valamint a mutatványosok és a zenészek mindennapjai is. Mészáros Kinga szekszárdi születésű táncművész a Szentendre táncegyüttes kötelékében érkezett vissza szülővárosába, hogy hazai környezetben mutassa be újfajta előadásmódjukat, mintegy 90 percben, és ezáltal is hozzájárulva egymás kultúrájának megismeréséhez, egy jobb megítélés és harmonikus lét megteremtésében. Ezt a produkciót 2021-ben mutattuk be a Hagyományok Házába, ugye ez a cigányságról szól, a cigánymesterségekről, hogy régebben mennyire fontos volt ez az emberek világába, és hogy mára mennyire elveszett. Ez a Táven Baktele című, Legyetek szerencsések című produkciónk. A társulatnál pedig 2022. március 1-e óta vagyok, ekkor alakult meg így a hivatásos szférába Magyarország legfiatalabb hivatásos együttese. A performance dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása. Az etüdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élénk, komikus jelenetek, miközben a cigánynép eredetéről és történetéről is képet kapunk.